A Dunaparton látható és látogatható Európa egyetlen vízen működő hajómalma. Én az egyik barátom, jobban mondva volt osztálytársam lévén kerültem a múzeumhoz, és én ott szerettem meg ennyire Ráckevét. Tulajdonképpen csoportokkal mentem végig Ráckevén, ahol mint idegenvezető, és tulajdonképpen volt egy olyan is, mikor odaérünk egy ház elé, hogy ott még nincs fönn a nagy emléktábla, egy nagy emberre. Miért? Ki az? Ki az? Hát én ott születtem abban a házban. Kedves Vendel bátyám, ha megengedi, mit kell tudni erről a csodálatos malomról? Tulajdonképpen valamikor hajdanán itt Ráckeve területén 20-25 ilyen malom állt, egészen addig még az úgynevezett Vassai zsilip el nem készül, tehát fönn Budapest határába, ugye a sziget Csücskénél. Azt azért csinálták meg 1872-ben, hogy a Délpestet megvédjék az árvizektől. Így tulajdonképpen leáll itt a vízfolyása. Ez őnekik egy nagy hátrány, mert innen át kellett menni a másik ágra, a Nagy-Dunai ágra, ahol tulajdonképpen ettől a ponttól durván 5,5 kilométerre van a másik ág, és ott dolgoztak tovább. Majd jött az első ipari forradalom, az úgynevezett Árpád gőzmalom, ami hát 1895-ben indul el, és tulajdonképpen az elviszi a kenyerük javát, mert az télen, nyáron tud dolgozni, még ezek a malmok téli időszakban pihenőre kényszerülnek a jégzajlások miatt. Ugye most a télben volt a Tiszán a kompnak az elragadása, hogy milyen kárt csinált, így tulajdonképpen ezért húzódtak ki mindig a partra, illetve egy olyan öböl részbe, ahol nem volt jégzajlás. Ugyan volt ugyan víz ott mellettük, de ott törték a jeget körbe. Tulajdonképpen ezeket a malmokat 3-4 évenként ki kellett venni a vízből, javítás céljából mindenféleképpen, mert a korhat részeket ki kellett cserélni, illetve mint a csónakoknak az alját le kellett kátrányozni, és így óvták meg a malmokat a tönkremenéstől. Majd a háború után, az 50-es években itt a partra kihúzva már csak 6 darab ilyen malom maradt meg, ami hát tulajdonképpen érdekessége az, hogy
az akkori állambácsi ezeket a malmokat államosította, tehát elvette a gazdáktól, és azt mondták, hogy törjék össze a malmokat, mert erre nincs szükség. Egyik parasztbácsi sem, vagy malomgazda sem volt képes arra, hogy a saját malmát összetörje, így tulajdonképpen idegenből hozott emberekkel összetörtek öt malmot, és tulajdonképpen a faanyagot elvitték a pékségekbe, kenyérsütéshez, a kemencék fűtésére. Majd a vasanyagot pedig elvitték az ócskavasba. Így tulajdonképpen egy balon valahogy megmaradt, mert akkor el volt dugva a szemük elől, valahol nádasba bent ragadt, és tulajdonképpen ezért ez a malom megmaradt, amit a műemlékesek vettek kezelésbe, de ha kezelésbe veszik, akkor nem teszik vízre. És tulajdonképpen ettől a malomtól a híd fele vízre tették, és tulajdonképpen ez volt a bajság vele, mert tudni kellett volna, hogy ezeket a malmokat ki kell emelni, az alját ki kell javítani, és tulajdonképpen ezt elfelejtették. Elfelejtették azt is, hogy a jeget is törni kell télen körülötte, és tulajdonképpen ez lett a veszte az egésznek. 68-ban a jég összeroncsolta, tulajdonképpen összeroppantotta, és elsüllyedt a malom. Így 2,5 évig így állt a vízbe lent a malom, ami tulajdonképpen annyi, hogy a Skanzenből, Szentendréről jött emberek irányítása alatt áthúzták a malmot a másik oldalra, hogy majd a Skanzenben a száraz helyen fölállítják. Ezt kellett volna előbb is tenni vele, de nem, és tulajdonképpen így akkor jöttek rá, hogy hát ebben nem tudnak semmit kezdeni, mert hát annyira szét van korhadva. Így a szétkorhat malomnak tulajdonképpen az alkatrészeit behordták egy raktárba, a mai napig is ott van benn, összekorhadva, összerothadva az egész mindenség, és tulajdonképpen hát onnan kaptuk vissza a hengerszéket, amit hát az itteni szakembereknek köszönhetően nagyon szépen helyreállítottak. Máskülönben akkor, mikor itt megszüntette a malomipar az Árpád gőzmalmot is, tulajdonképpen akkor már elektromos volt, az, mert ugye az később át lett alakítva, és tulajdonképpen nem volt használatban, így tulajdonképpen csak a kopasz falak álltak, és a területet eladta a Tesco-nak. Ekkor jött az, hogy itteni Molnár leszármazottak, azt mondták, hogy hát hogy néz ki Ráckeve malom nélkül, építsük meg a mi malmunkat, fogjunk össze és csináljunk egy új malmot. És tulajdonképpen innen jött az ötlet, tulajdonképpen csak annyian vesznek részt benne. Tulajdonképpen nagyon sok munka és társadalmi munka is van benne, ott csak névként szerepel, de viszont rengeteg órát eltöltöttek itt a jó emberek. Így tulajdonképpen az egészben az, hogy föl lett kérve a testvérvárosok is, és tulajdonképpen Gyergyó Csomafalva, a székelyváros adta a legnagyobb ajándékot, egy nagy kamionnyi fűrészelt faanyagot kaptunk ingyen bérmentve hozzá, ezért kerül fő a székely zászló, a városi zászló, illetve a magyar zászló közé. Remélem, ennyi tisztelet kijár nekik ezért az adományé. A működése, az is mehet tovább? Ez tulajdonképpen a működése a malomnak, ez pedig len az, hogy a gabonát deregjéve nagy csónakokkal hordták be a partról, mert ugye ezek a malmok benn álltak a Duna közepén, lehorgonyozva, tehát ez nem mozgott jobbra-balra, egy és ugyanott fog állni őszig, és tulajdonképpen ősszel annyi mozgás van, hogy ősszel kihúzzák a partra, illetve hát valami öbölbe, és tavasszal ugyanarra a helyre kell visszaállni, mert helypénzt fizettek ezért a malmosok, tulajdonképpen, mint hogy itt a piacosok, tulajdonképpen, hogy helypénzük van, és ki van szabva, hogy ettől a métertől eddig az övé.
tovább semmi, mert ha nagyobbat akar, akkor még kell neki ráfizetni. Itt pedig lenn be volt osztva, hogy te ebbe a szakaszba állsz, 200 méterre esetleg arrébb volt már a másik, tehát így álltak föl a malmokra. Így tulajdonképpen ez volt így a fölállásuk. A működésük pedig lenn, ahogy behozták a gabonát, ugye lemérték, kivették a tizedet, ami hát átlagban 8-10-12% volt, ami azt jelenti, hogy egy mázsából kivettek 10 kg gabonát, az volt az őrlési díj. Az így, ami idejön, tulajdonképpen lemázsált gabona, itt öntik föl az úgynevezett garatra, ahol tulajdonképpen, ha a Schubert, jó magyar szó, tehát a zárszerkezetet, ha fölhúzom, akkor kezd lefolyni a gabona az úgynevezett serleges felvonóra, ami tulajdonképpen itt van ebbe az oszlopba benn. Hát ilyen, mint ami itt van kívül mutatóba. Ez tulajdonképpen, ez hordja föl a gabonát ide fölülre az úgynevezett rázó rostára, ez körbe forog, és ahogy fölér, akkor kiborítja, és tulajdonképpen a rázó rosta, ez tulajdonképpen csak egy ilyen mozgást csinál, ami kirostálja a bent lévő koszt, szemetet, piszkot, amit a kombány benne hagy, gazmagot, amit benne hagy, az apró összetört szemeket és egyéb ilyesmit, meg tulajdonképpen a raktározásnál is belekerül egy csomó szemét, és tulajdonképpen ezt hozza ki az úgynevezett VK-ba, ami hát tulajdonképpen így néz ki. Ilyen apró, szemetes minden van benne. Ezt pucolja így ki az így letisztított gabona ezen a ferde csövön fog lecsúszni ide alulra a koptató dobba, ami egyes húza szemeke rajta lévő pejvát, tehát ami az aratáskor a kombány nem tud leszedni, mert kissé nyersebb még, és rajta marad a szemet. Ezt fogja ez a rész leszedni. Ez belülről kővel van bélelve, ami hát lehet, hogy ez már műkővel van kikenyve, ezt nem tudom, de viszont ilyen ventilátor lapát forog benne, ami nekiveri a búza szemeket a kőfalnak, és tulajdonképpen akkor kipereg belőle a pejvából a búza szem. A pejva az ide fog lejönni a másik vékába, ami hát tulajdonképpen ugye így néz ki, és ez az úgynevezett pejva rész, tehát ez az a szalmás rész. A régi pejvát, a régi buzafajtánál, a tönkölybuzánál, ezt tulajdonképpen párna tömésre és egyéb ilyesmire használták föl, ami allergiamentes volt. Így tulajdonképpen még a vályok falaknál is használták, vályok téglát csináltak és egyéb ilyesmire használták. Ezt ma napság semmire nem használják, ez megy ki a szemétbe. Az a helyzet, hogy a tönkölybuza az tulajdonképpen keveset terem. Ezek a buzafajták nagyon gazdag termésűek, még a tönkölybuzának kevés tulajdonképpen a termés hozama. De viszont maga az örlése is problémás, mert tulajdonképpen külön koptatni kell, hogy na, azt meg tudják őrölni. Így tulajdonképpen ezért is annyira drága a tönköly búza liszt. Nem tudom, úgyhogy én maradok a sima lisztnél, úgyhogy nem tudom, hogy mennyivel jobb, mennyivel rosszabb.